Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Jótékonyság. A Tolna megyei kormányhivatal dolgozói is gyűjtöttek karácsonyra. Szociális tűzifa. Tolna megyében szinte mindenhol kiosztják karácsonyig. Honatják énekeltek, Bugyiszlón lépett fel a parlament kórusa. Állattartás télen, nem csak a kinti házi kedvencek fázhatnak meg a hidegben. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Országosan 2358 önkormányzat nyert szociális tűzifa támogatást. Nekik legkésőbb február 17-éig kell kiszállítaniuk a tüzelőt az emberekhez. Tolna megyében viszont a legtöbb helyen már idén elkezdik a kiosztást. Szálkán külön erre a célra béreltek autót, hogy minden család karácsonyig megkapja a segítséget. Siógárdon pedig épp akkor hozták a fát, amikor a helyszínen forgattunk. Éppen a Siógárdi önkormányzat udvarára parkol be az a teherautó, ami a szociális tűzifát hozta. Az 5000 főnél alacsonyabb lélekszámú települések önkormányzatai adhattak be pályázatot tűzifára a belügyminisztériumhoz. Idén 5 milliárd forint támogatást biztosított az állam. Ez 1 milliárddal több, mint egy évvel korábban. Siógárdon az igénylők 2-3 köbméter szociális tűzifa csomagot kapnak, mondta a polgármester. Tavaly és az elmúlt időszakhoz képest egy jelentős mennyiségű 60-70 köbméter közti fát tudtunk a állami támogatásból vásárolni. A fa ára is egy kicsit lejjebb ment, és most az erdészet is jobban felkészült az önkormányzatok ellátására, hiszen az olcsóbb, de jó minőségű fából is tudtak biztosítani. Szálkán már szerdán elkezdik kiosztani a szociális tűzifát. A tüzelő kihordására alkalmas, nagyobb méretű autót is béreltek, hogy még karácsony előtt minden család megkapja a segítséget. A fa mellé minden 14 év alatti és 65 év feletti helyi lakos, azaz 195 személy egyénenként további 11 000 forint támogatást is kap, ezzel is segítve a téli időszak átvészelését. Jelenleg 28 fő igényelte Szálkán ezt a lehetőséget, ami azt jelenti, hogy 1,08 köbméter jut fejenként azoknak, akik rászorultak. A rászorultság nálunk a szociális rendeletünk alapján 85 000 forint a határ. Egy átlagos szigetelt családi ház kifűtéséhez egy enyhe télen nagyjából 6 köbméter fa kell. Mivel egy köbméter fa ára 30 000 forint körül van, egy téli szezon 200 000-es tétel egy családnak, ami sokak számára komoly teher, ezért azaz egy, esetenként két köbméternyi tüzelő is nagy segítség azoknak, akiknek kevés a havi bevételük, mondták a községek polgármesterei. A szakemberek 57%-a szerint még mindig érdemesebb külföldön munkát vállalni, mint itthon, de már 43%-ban gondolják azt is, hogy a kétkezi munkából tisztességesen meg lehet élni Magyarországon, derült ki egy munkaerő közvetítő portál országos felméréséből. A megrendelők szempontjából továbbra sem jó hír, hogy mindössze minden tizedik szakember tudna azonnal elkezdeni egy nagyobb munkát. 30%-uknál maximum egy hónapot kellene várni, 13%-uknál pedig ennél is többet, akár fél évet is, derült ki a felmérésből. Az átlagos megbízások értékére a legtöbben a maximum 250 ezer forintos sávot jelölték meg, míg 18%-uk a 250-500 ezer forint közöttit, e felett pedig már csak 16%-uk szerez meg egy-egy megbízást. Adománygyűjtésbe kezdtek nem régen a Tolna megyei kormányhivatal munkatársai. 5 éve hagyomány már, hogy karácsony előtt így jótékonykodnak a hivatalnokok. A felajánlásokat mindig egy helyben működő civil szervezet segítségével jutatják el a rászorulóknak. Ennek a sininek is hamarosan új gazdája lesz. A Tolna megyei kormányhivatal munkatársai gyűjtötték össze adományaikat, melyeket évek óta a Caritas segítségével juttatnak el azokhoz, akik szükségben várják a karácsonyt. Remélem, hogy az eddigiekhez hasonlóan idén is a legrászorultabbak kapják meg, és mindenki ezzel a felajánlásunk.
Az adománygyűjtés a kormányhivatalban már hagyomány, és a felhívások nélkül is hozzák a munkatársak az ajándékozni valót. Azért választottuk a Caritást, mert úgy gondoljuk, hogy ez az a szervezet, akik a rászorulók legszélesebb rétegével vannak kapcsolatban, a betegektől a gyerekekig, a különböző szenvedélybetegségben szenvedőket és az időseket egyaránt segítik, tehát úgy érezzük, hogy rajtuk keresztül jut el az adományunk a legrászoroltabb rétegnek. A mostani adományok mellett gazdag élelmiszercsomaggal is készül a Szent Erzsébet Caritás csoport. Most karácsony előtt 350-370 főre számítunk, akiknek ki fogjuk osztani a karácsonyi gazdag élelmiszercsomagot, és ezeket az ajándékokat, amiket most a kormányhivatal dolgozói gyűjtöttek össze. December 16-án egy szeretett vendégség keretében a Vosinszki Közösségi Házban vehetik át a rászorulók az ajándékcsomagokat. 24 milliárd forintot költött tavaly tüdődaganattal összefüggő ellátásokra a magyar állam. 10 milliárd forint a fekvőbeteg ellátás költsége, 11 milliárd a gyógyszertámogatás és 1 milliárd forint a speciális eszközpark támogatása. A daganatok kialakulásában 70-80%-os szerepe van a táplálkozásnak. Az alkoholizmus és a dohányzás együtt pedig a fejnyakirákok kialakulásának kockázatát a 40-szeresére növeli. A tüdőrák a legnehezebben kezelhető daganat típusok közé tartozik. Télen más szabályok érvényesek az állattartásra, különösen a fagyos, csapadékos időjárásban kell odafigyelni a házi kedvencekre annak érdekében, hogy ne fázzanak és ne sérüljenek meg. A téfitekkel ellentétben nem csak a kint élő állatok betegedhetnek meg ilyenkor, hanem a kisebb, kevesebb szőrzettel rendelkező bentartott kutyák is, mondja az állatorvos. Télen gondot kell fordítani a kertben élő állatok házának téliesítésére, testük melegen tartására, fontos a megfelelően szigetelt fekhely, valamint a víz és a táplálék biztosítása. Ha pedig szélsőségesen hideg idő van, akár mínusz 15-20 fok, akkor átmenetileg be lehet engedni az állatot a házba vagy a garázsba, különösen éjszakára. De nem csak a kint élő négylábúakra kell ilyenkor különösen odafigyelni, mondja az állatorvos, aki felhívta a figyelmet arra is, minden fajtának mások az igényei, eltérő a tűrőképességük, valamint más a számukra ideális hőmérséklet. Az állatok hidegtűrő képessége függ a testméretüktől, a szőrzetük minőségétől és mennyiségétől, a négylábúak kondíciójától és korától is. Attól is függ ez a dolog, hogy milyen fajta kutyáról van szó. A nagyszőrű, nagytestű, hosszúszőrű, hidegtűrő állatokkal nyilván nincs olyan sok gond. A picike ölebekkel pedig, amelyek a lakásba szoktak lenni általában, azokra figyelni kell, hogy a hirtelen hőmérséklet változáskor esetleg hát ugye megfázhatnak. Főleg azokkal a kutyákkal kell vigyázni, amelyiknek nincs alkalma fokozatosan hozzászokni a lehűléshez. Előfordul, hogy a hidegbe kiengedett, de lakásban tartott állatmancsa megsérül a jégdaraboktól vagy a járdára szórt sótól, de a megfázás is gyakoribb a nagy minuszokban, mondja az állatorvos. Tehát előfordul, hogy torokgyulladásuk lesz, hogyha nagyon sokat rohangálnak, mert hirtelen ugye kapkodják, veszik be ezt a hideg levegőt, tehát erre érdemes még figyelni, hogy nagyon-nagyon hirtelen és ne sok és megerőltető fizikai tevékenységet végezzenek ilyenkor a kutyák. És nyilván utána akkor vissza kell menni a melegbe. Az elkövetkező napokban fagypont alatt alakulhat a hőmérséklet éjszaka, reggel -2-3 fokra készülhetünk Tolna megyében. Sőt, havas eső, hóesés is előfordulhat a déli országrészben, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. December 9-éig 835 üzletet ellenőriztek a fogyasztóvédelem munkatársai az országban. A jogsértések aránya 34% volt, 830 próbavásárlást végeztek, 28%-ot tett ki a kifogásolási arány, országosan pedig 8 millió forint bírságot szabtak ki. Az üzletek és adventi vásárok ellenőrzésekor nézik az ár feltüntetését, a mérőeszközök hitelességét, a nyugtaadást és a panaszügyintézésről szóló tájékoztatást. Tipikus hiba pedig, hogy belemérik az árusokat csomagolóanyagot is a termék tömegébe. Előfordult, hogy a terméket magasabb áron értékesítették a meghirdetett akciós árnál. A hagyományos népi kultúrát tanította vissza a ma vidéken élő embereknek az a Tolna megyei önkormányzat által irányított másfél éven át tartó program, ami most ért véget. A programsorozat részeként 8 kis településen rendeztek táncházakat és interaktív művészeti bemutatókat.
A programokon sokan vettek részt, ezért biztosan lesz folytatás. A Medinai Tambura zenekar tagjai avatták be interaktív módon a népzene világába a Kölesdi Kisvármegyeházán összegyűlt érdeklődőket. A Tolna megyei önkormányzat által másfél éve indított programsorozat során ilyen zenei és képzőművészeti rendezvényeket szerveztek 8 településen. A program célja az volt, hogy visszatanítsák a hagyományos népi kultúrát a mai vidéki embereknek. Hiszünk az irodalomnak, a zenének, a képzőművészetnek, minden ilyen rendezvénynek a közösségfejlesztő erejében, és a megyei identitás, illetve a helyi identitás erősítő erejében, és ezért rendeztük ezeket a közösségfejlesztő rendezvényeket. A program pedig sikeres volt, mert egyre több helyen kezdtek el a korábban csak érdeklődő vendégek saját maguk is kulturális programokat szervezni a kis településeken. Eredményes volt a projektünk olyan szempontból, hogy a helyi közösségek valóban megerősödtek, és a projektnek a közösségfejlesztő hatása az valóban teljesült, úgyhogy ilyen értelemben nem kell mindig mindenhol már programokat szerveznünk, hanem azok a települések és ezek a vonalak, ahol elkezdtük a munkánkat, azok a továbbiakban is úgy érezzük, hogy önműködő módon csinálni fogják a dolgokat. A most véget ért másfél éves programnak biztosan lesz folytatása. A Tolna megyei önkormányzatnál már ennek a részleteit tervezik. Bogyisz Long adott jótékonysági koncertet a Parlament Szenátorok elnevezésű kórusa. A református templomban az istentisztelet részeként lépett fel az országgyűlési képviselőkből álló 23 éve működő dalkör. Szereplésük jótékony célt szolgált. Különleges koncert részesei lehettek a bogyiszlói istentisztelet résztvevői a helyi református templomban. 1996. decemberében karácsony közelettével országgyűlési képviselőkből alakult a Parlament Szenátorok kórusa. Az első próbákra még több újságíró érkezett, mint énekelni vágyó képviselő, de aztán egyre többen csatlakoztak és kiegészültek családtagokkal, valamint parlamenti és minisztériumi szakértőkkel. Emlékezett vissza a kezdetekre Iványi Tamás, a szenátorok karnagya. Tulajdonképpen az volt a szándékunk, félig meddig tréfásan, félig komolyan, hogy megpróbáljunk némi harmóniát teremteni a parlament falai között, ha politikailag nehéz, akkor zeneileg. A ma már többnyire nyugdíjas, egykori képviselőkből álló zenekar azóta is jótékonysági rendezvényeken lép fel. Advent második vasárnapján Tolna megyébe látogattak, hogy Bogyiszon és Decsen szolgálják ezt a célt. Elsősorban magyar szerzők műveiből válogatnak, világ és egyházi műveket is énekelnek. A bogyiszlói istentiszteleten többnyire protestáns dalok és karácsonyi énekek hangzottak el. 20 éves jubileumát ünnepli az a rendezvény, amit a szekszárdi Gárdonyi Zoltán református énekkar szervez Kodály Zoltán születésének évfordulóján. A jubileumi estre ezúttal az ország több református énekkara is meghívást kapott. ...1991 óta Kodály Zoltán születésnapján ünnepli Magyarországok kódusok napját, melyet az elmúlt két évtizedben a Gárdonyi Zoltán református kódus szervez Szekszárdon. Idén kicsit rendhagyó módon nem csak a kódus muzsika, hanem a hangszeres zene is megszólal, tisztelegve ezzel idősebb Végrehi Miklós előtt a szekszárdi zeneiskola méltán híres tanárának 100. születésnapja előtt. Igyekszünk megvalósítani, hogy legyen a zene mindenki, és hogyha végignézünk a hangversenyen, közreműködő kórusokon, akkor ott nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalok is megszólaltatnak. A szekszárdiak mellett ezúttal az alaegerszegi és pápai református együttes is színpadra lépett. A kórusok vezetőinek közös véleménye alapján a jelen legfontosabb feladata az utánpótlás biztosítása lesz. Ehhez azonban sürgősen változtatni kell az iskolai zeneoktatás rendszerén, különben állítják egybehangzóan Kodály szellemisége és munkásságának üzenete nem talál követőkre a jövőben. Regionális híreink következnek. Több mint 800 ajándék gyűlt össze. Rászoruló pécsi iskolások kaptak névre szóló karácsonyi csomagokat. Az üzleti siker kulcsa. Profi retorikára tanították a vállalkozókat. Szerelemféltés. Autós üldözés volt és lövés is dördült Pécsen.
Több mint 800 ajándék gyűlt össze a napokban lezárult adománygyűjtés során a Pécsi Állatkertben. Az akcióban a Nagycsaládos Egyesület tagjai is részt vettek. A jótékonykodó gyermekek és szüleik többek között a pécsi Siebert Róbert általános iskola diákjai számára tették szebbé a karácsonyt. A szervezők névre szóló ajándékcsomagokkal lepték meg a rászoruló tanulókat. A pécsi Siebert Róbert általános iskola tanulóit lepték meg ajándékokkal hétfő délelőtt. A napokban lezajlott adománygyűjtési akció során, melyet a Pécsi Állatkert és a Nagycsaládosok Egyesülete szervezett, játékok, könyvek és ruhák kerültek a csomagokba. A saját gyerekeinket próbáljuk nevelni arra, hogy ne csak magukra gondoljanak, hanem gondoljanak a környezetükre, és ebben kívánunk segítséget nyújtani a szülőknek, hogy egy ilyen akció kapcsán akkor az átkert látogatásával együtt lehetne gondolni azokra a gyerekekre is, akiknek esetleg kevesebb vagy nem jut ajándék karácsonykor. Így a családok állatkerti látogatásaik során adhatták le adományaikat. A Nagycsaládos Egyesület és a Zoo idén már harmadik alkalommal szervez közösen ilyen akciót. Az idei évben több mint 800 ajándékot tudtunk így összegyűjteni, ezeket pedig a mai nap folyamán összesen 4 helyszínen osztjuk ki, a Baligeten, Piskón, itt a Siebert Róbert általános iskolában, illetve a Nagycsaládos Egyesület családjai kapják meg azokat a játékokat, amelyekkel a látogatóink örömtelibbé szeretnék tenni a karácsonyt az arra rászorulók számára. A Siebert Róbert általános iskolában az egyik legfontosabb érték az érzelmi nevelés, emelte ki Tóth Ilona. Az iskola igazgatója hangsúlyozta, a gyűjtést szervező két intézménnyel nagyon jó kapcsolatot ápolnak, hiszen számukra is fontos a család összetartó ereje. Elsősorban arra gondoltunk, hogy azoknak a gyerekeknek szeretnénk egy kis plusz meglepetést és örömöt okozni, akiknél esetleg otthon a karácsonyfa alatt kevesebb tárgyi ajándék jut. Bár az érzelmekből igen sok, de a tárgyasult ajándékokból kevesebb, és ezzel szerettük volna pótolni az ő karácsonyukat. A tanulók névre szóló csomagokat vehettek át a jótékonykodó családoknak köszönhetően. A tapasztalatok azt mutatják, évről évre többen vesznek részt az adománygyűjtésben, hiszen az adventi időszakban különösen fontos a nélkülözőkre gondolnunk, hangzott el az eseményen. A közelmúltban Superbrands kitüntetésben részesült Lafarge Cement Magyarország Kft. Vezetősége és dolgozói számára is fontos a jótékonyság. A cég tagjai karácsonyi süteményeket készítettek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csillaházában. Ahogy elkészült egy-egy adag édesség, azokat elvitték a rászorulóknak, aztán újra sütöttek. A családok átmeneti otthonában nagy örömmel fogadták az adományt. Az otthon fenntartója az Ifjúságért Egyesület, amely 1988-as megalakulása óta legfontosabb feladatának a gyermekek és a fiatalok, valamint családjaik segítését, támogatását tartja. Kiemelt célja a lakhatási lehetőség nélkül maradt családok segítése, a segítségre szoruló családok részére az alapvető szociális szolgáltatások biztosítása. A lakók karácsonyi képeslapokat készítettek, ezzel viszonozták a Lafarge Cement Magyarország Kft. És a Máltai Szeretetszolgálat kedvességét. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal most már évek óta működünk együtt, és minden évben ugye az advent alkalmával valami kis programmal készülünk. Eddig mindig főztünk, most az idei évben pedig arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha édességgel kedveskednénk a rászorulóknak. Több mint 500 órát most már önkéntességre fordítottunk 2019-ben, és ennek további hagyománya tulajdonképpen ez a mostani projekt is. Itt az nem csak elkészítjük a süteményeket, hanem el is fogjuk szállítani a rászorulóknak. Itt kettő helyet határoztunk meg, az egyik a hajléktalan szálló lesz, a másik pedig a családok átmeneti otthona, ahova ezeket a süteményeket el fogjuk juttatni. A profi retorika a siker egyik kulcsa az üzleti szférában. Erről beszélt Szűcs László tréner, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Input program közös rendezvényén. A képzéssorozat idei utolsó állomásán a megjelenés, a magabiztosság és a tájékozottság fontosságára hívták fel a figyelmet. Nem vagyok a legjobb dizájnban, nem vagyok a legjobb előadás technikában, én a tartalomban hiszek, hogy a minőségi tartalom az meghozza az eredményét. A jó téma a beszéd célját támogató üzenetből, a történetmesélésből és az egyéb gondolatokból áll. Ezt vallja Szűcs László tréner, aki ezúttal a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén tartott előadást. A szakember úgy véli, tanulással és sok gyakorlással bárki tarthat jó prezentációt. Az egésznek több ezer éves hagyománya van, ugye Arisztotelész és az ókori filozófusok nagyon-nagyon jól kitalálták ezeket, és azt szoktam mondani, hogy nincs új a nap alatt,
alapvetően kell hozzá egy jó történet, egy hiteles előadó, és az egészet érzelmekkel és logikával felöltöztetni. Ez a kulcsa. A SKIK és az Input program idei utolsó közös rendezvényén számos kaposvári és környékbeli vállalkozó, vagy éppen alkalmazott vett részt. Nagyon fontosnak tartom az önfejlesztést, és hát ebbe szerettem volna időt fektetni. A megnyerő, hiteles előadás nem csak az üzleti életben fontos. Januárban fogom megvédeni a szakdolgozatomat, úgyhogy fontos lesz a jó prezentáció, úgyhogy mindenképpen alkalmazni fogom a hallottakat. Szűcs László tanácsokkal is ellátta a résztvevőket, hogy például miként lehet meggyőzően prezentálni hallgatóság előtt, gond nélkül bemutatni ötleteiket, termékeiket, szolgáltatásaikat az ügyfeleknek és befektetőknek. Magyarországon ennek óriási igénye van. Én éltem olyan országokban, például az Egyesült Államok, ahol ennek nagyobb hanyományai vannak, ugye a vállalkozás bemutatásnak, ennek az egész befektetői prezentációnak, amivel ugye az ötletünkre vagy arra a lehetőségre, amit észreveszünk, kell befektetőket szereznünk, de én azt gondolom, hogy az egésznek a kulcsa az önbizalom, hogy önbizalommal teli vállalkozók tudjanak a színpadra kiállni, és ez a gyakorlással és a jó tartalommal meg is oldható. A rendezvényen az érdeklődők gyakorlati feladatokat is kaptak. A cél, hogy rövid idő alatt a retorika alapjait elsajátíthassák. Szerelemféltésből alakult ki vita a hétvégén Pécsett. Volt autós üldözés és még lövés is dördült. Személyi sérülés viszont nem történt, a rendőrség garázdaság miatt nyomoz. A vita azért alakult ki, mert egy férfi megtudta, hogy felesége egy másik férfival Pécs-Somogyban tartózkodik. A férj és társa elhatározták, hogy megkeresik az asszonyt. Autóval indultak, azonban útközben észrevették a nőt egy másik autóban. Ezután a járművet üldözőbe vette a két férfi. Miközben egy gáz- és riasztó fegyverrel egyszer ki is lőttek a gépkocsi ablakán. A rendőrök Pécset a Zsolnai Vilmos úton fogták el a két autóst, őket megállították, az eset tisztázását követően pedig négy férfit állítottak elő a rendőrkapitányságra. Az üldöző autó vezetőjét, egy 27 éves kacsótai férfit, valamint a 31 éves helybéli társát gyanúsítottként hallgatták ki kollégáim. Ellenük garázdaság miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Jótékonyság. A Tolna megyei kormányhivatal dolgozói is gyűjtöttek karácsonyra. Szociális tűzifa. Tolna megyében szinte mindenhol kiosztják karácsonyig. Honatják énekeltek, Bugyiszlón lépett fel a parlament kórusa. Állattartás télen, nem csak a kinti házi kedvencek fázhatnak meg a hidegben. Szerdán napos és ködös területek egyaránt előfordulhatnak, de a napsütés lesz túlsúlyban. Számottevő eső nem valószínű. A szél ellenére enyhe marad az idő. Mára köszönöm figyelmüket! Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!